Ború és béke. Részletek. Fordította Makai Imre. Első könyv, harmadik rész, 16. fejezet. Mit csinálnak ezek? gondolta Andrei Herceg, ahogy nézte őket. Miért nem szalad el a vörös hajú tüzér, hiszen már nincsen ágyúja? Miért nem szúrja le a francia? Talán még oda sem futhatok, a franciának eszébe jut a puskája és leszúrja. Valóban. Egy másik francia előreszegezett puskával odarohant a két küzdködőhöz, és a rőthajú tüzérsorsa, sorsa, aki még mindig nem látta, mi vár rá, és diadalmasan rántotta ki a francia kezéből a tisztító veszőt, meg volt pecsételve. De André Herceg nem látta, hogyan végződött a dolog. Úgy rém lett, mintha az egyik közelálló katona teljes erőből főbe volna egy fügykössel. Egy kissé fájt, de főleg kellemetlen volt, mert ez a fájdalom elvonta figyelmét, és nem láthatta tovább, amit nézett. Mi az? Elesem. Meg, lábam, gondolta, és már hanyatt is esett. Kinyitotta szemét, azt remélte, meglátja, hogyan végződött a franciák, meg a tűzérek tusája. Szerette volna tudni, leszúrták-e a rőt hajú tüzért, elfoglalták-e az ágyukat, vagy sikerült -e megmenteni őket de nem látott semmit. Nincs már felette semmi, csak az ég, a magas ég. Nem derült, de mégis mérhetetlenül magas, és szürke felhők úsznak rajta csendesen. Milyen csendesen, nyugodtan, ünnepélyesen, egészen másképp, mint ahogy én futottam, gondolta Andrei Herceg egészen másképp, mint ahogy mi futottunk, kiabáltunk a rekedésig. Egészen másképp, mint ahogy dühös és ilyet arccal az a francia, meg az a tüzér rángatta egymás kezéből a tisztító veszőt. Egészen másképp úsznak a felhők ezen a végtelen, magas égen. Hogy nem láttam meg én azelőtt ezt a magas eget? De boldog vagyok, hogy végre megismerhetem. Igen, Hiúság minden és csalás, csak ez a végtelen ég nem az. Nincs is, nincs is körülle semmi, de még az ég sincs, nincsen semmi sem, csak csönd és nyugalom. Hála Istennek. Zene Andrei Bolkonszkii herceg, vérbefagyva, még mindig ugyanott feküdt a Práceni hegyen, ahol a zászló nyelét tartva elesett. Bár maga sem tudta, halkan, panaszosan nyögött, mint egy gyermek. Este felé már nem nyögött, teljesen elcsitult. Nem tudta, meddig tartott ez az ájulása. Egyszer csak megint azt érezte, hogy él, és égető, szaggató fejfájást szenved. Hol van az a magas ég, amelyet nem ismertem eddig, és csak ma láttam meg? Ez volt az első gondolata. És ezt a fájdalmat sem ismertem eddig, gondolta. Igen, eddig nem ismertem semmit, semmit. De hol vagyok én? Fülelni kezdett, és közeledő patadobogást, franciául beszélő emberek hangját hallotta. Felnyitotta szemét. Megint ugyanaz a magas ég volt fölötte. Még magasabbra emelkedtek rajta a szálló fellegek, amelyeken átragyogott a végtelen kékség. Nem fordította meg fejét, és nem látta azokat, akik a patadobogásból, meg a hangokból ítélve egyre közelebb jöttek hozzá, majd megálltak. Napóleon lovagolt oda hozzá két hadsegéde kíséretében. Bonaparte a harcteret járta, utolsó parancsait osztogatta az Augusti gátat bombázó ütegek megerősítésére vonatkozólag, és a csatatéren maradt halottakat, sebesülteket szemlélte. Szép szellegények, mondta Napóleon, egy elesett orosz tekintve, aki immár megdermet karját messzire oldalt vetve, földbe furt arccal, megfeketedett tarkóval hanyat feküdt. Az üteg lőszere elfogyott felség, mondta ekkor egy hadsegéd, aki az augusztre tüzelő ütektől nyargalt oda. Hozasson a tartalékból, mondta Napóleon, arrébb léptetett és megállt André Herceg mellett, aki hanyat feküdt a melléje dobott zászló rúddal. A zászlót, mint diadalmi jelet már elvitték a franciák. Voilà, ez szép halál, mondta Bolkonszkira tekintve Napóleon. André Herceg tudta, hogy ezt róla mondják, és hogy Napóleon mondja. Hallotta, hogy felségnek nevezték azt, aki ezeket a szavakat mondta. Mégis úgy hallgatta ezeket a szavakat, akár a légyzümögést. Egy cseppet sem érdekelték, sőt észre sem vette, és mindjárt el is felejtette őket. Égett a feje, érezte, hogy elvérzik, és látta maga felett a messzi, magas, örök eget. Tudta, hogy ez Napóleon, az ő hőse. De ebben a pillanatban Napóleon oly jelentéktelen kis ember volt a szemében ahhoz képest, ami a szálló felhők lepte végtelen magas ég, és a lelke között végbe ment. Ebben a pillanatban teljesen mindegy volt neki, ki áll mellette, és mit mond ő róla. Csak annak örült, hogy egy-néhány ember megállt mellette, és csak azt kívánta, hogy ezek az emberek segítsenek neki visszatérni az életbe, amely oly gyönyörűnek tetszett, mert most egészen másképp fogta fel. Összeszedte minden erejét, hogy megmozduljon, és valami hangot adjon. Gyengén megmozdította a lábát, és fájdalmas, halk nyögést hallatott, amely szánalmat keltett még ő benne is. Ah, él, mondta Napóleon, Emeljék fel ezt a fiatalembert és vigyék a kötöző helyre. André Herceg, akit ugyancsak előtérbe toltak a császár szeme elé, hogy minél teljesebb legyen a fogoly parádé, elkerülhetetlenül magára is vonta a figyelmet. Napóleonnak bizonyára szépe ötlött, hogy már látta a csatatéren. Ugyanazzal a megszólítással fordult hozzá, amelyet először használt, és ahogyan emlékezetébe vésődött Bolkonszki. Zsenom, fiatalember. Evo zsenom, na is fiatal fiatalember, fordult hozzá. Hogy érzi magát, Monbráv? Bár öt perccel előbb még tudott egy néhány szót szólni André Herceg, azoknak a katonáknak, akik szállították, most egyenesen Napóleon szeme közé nézve hallgatott. E pillanatban oly jelentéktelennek látta mindazt, ami Napóleon foglalkoztatja. Magát hősét is. Árad belőle a kicsinyes hiúság és a diadalmámor olyan aprónak látta ahhoz a magas, igazságos, jó éghez képest, amelyet látott és megértett, hogy nem tudott felelni neki. Hiszen minden oly haszontalannak, oly hítványnak látszott ahhoz a szigorú, fenséges gondolatsorhoz képest, amelyet a vérzés okozta erőveszteség, a szenvedés és a közeli halálvárása fakasztott benne. Napóleon szemébe nézve arra gondolt, hogy hitvány a nagyság és az élet, amelynek jelentőségét nem tudta felfogni senki. És még sokkal hitványabb a halál, amelynek értelmét nem tudta felfogni és megmagyarázni senki az élők közül. A császár nem győzte kivárni a feleletet, elfordult és távoztában odaszólt az egyik parancsnoknak. Gondoskodjanak ezekről az urakról, és vigyék az én táboromba őket. Leré doktor vizsgálja meg sebeiket. A viszont látásra repnyén herceg. Megindította lovát, és tovább vágtatott. Önelégültség és boldogság ragyogott az arcán. A sebesült szállító katonák, ahogy a kezük ügyébe került, levették Andre herceg nyakáról azt a kis arany szentképet, amelyet Marja hercegnő akasztott oda. De most látva, milyen nyájasan bánik a császár a foglyokkal, Siettek visszatenni a Szentképecskét. Andrei Herceg nem látta ki és hogyan akasztotta vissza, de egyszer csak ott találta az apró személy aranyláncon függő Szentképet a mellén, az egyenruhája fölött. De jó volna, gondolta Andrei Herceg erre a kis Szentképre tekintve, amelyet érzéssel és új áhítattal akasztott a nyakába a húga. De jó volna, ha minden olyan világos és egyszerű volna, ami ennek Marja hercegnő látja. De jó volna tudni, hol keressen segítséget az ember ebben az életben, s hogy mi vár -e az élet után, oda át a síron túl. De boldog, de nyugodt volnék, ha most azt mondhatnám. Uram, irgalmazz! De kinek mondja? Mert vagy egy meghatározhatatlan, elérhetetlen erő az, és akkor nem fordulhatok hozzá, sőt, szavakkal ki se tudom fejezni, csak így, a nagy minden és semmi, mondta magában. Vagy ez az az Isten, amelyet Marja hercegnő belevart ebbe a kis tukba. Semmi, semmi sem biztos. Csak a semmisége mindannak, amit értek, és a nagysága egy érthetetlen, de fontos valaminek.